A helyreállítások és a kárfelmérések is tartanak még a viharkárt szenvedett szatmári térségben. A két héttel ezelőtti jégeső okozta veszteség az 1 milliárd forintot is meghaladja. Van olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 ezer forintos a kár, de akad olyan épület, ahol már több milliós tételt jelent a helyreállítás. Az ingatlanokat befóliázták, az önkormányzatok, családok várják a további felajánlásokat, leginkább tetőlécre, cserépre van szükségük. Rozsájon szinten nem volt olyan ház, amely éppen maradt. A katasztrófavédelem, az önkormányzat munkatársai, az önkéntesek végezték a kárelhárítási munkákat. A legnagyobb kár a palatetős házakon keletkeztek, de az újabb cseréptetős házakat sem kímélte a vihar. Van olyan ingatlan, ahol csak pár 10 vagy 100 ezer forint elég a helyreállításra, de akad olyan épület, ahol már több millió forintba kerül az. A viharos széllel érkező jégeső Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 településén okozott kárt. Többek között Rozsáj, Mételek, Nyírkáta, Magosliget, Botpalát, Tiszabecs, Csenger, Zajta és Gacsaj településen folyamatos a helyreállítás és várják a felajánlásokat. A közelmúltban segélyszervezetek, önkormányzatok már gyűjtöttek a károsultak számára. A kalászosokban és egyéb növényi kultúrákban is lesz veszteség a vihar miatt, sok helyen a gyümölcsösökben 100%-os lehet a termés kiesés, de a vihar nem csak a termést, hanem a fákat is tönkretette. A helyreállítás tehát folyamatos. A Zajta polgármestere a vendégem, Kostya Zoltán. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Szép jó estét. Polgármester úr, hol áll most a településen a helyreállítás? Hogyan halad? Hát akinek volt biztosítása, meg egy kis megtakarított pénz, az el tudta kezdeni a helyreállítást. Akinek nem volt biztosítás, nem volt pénze, az sajnos sehogy sem áll. Éppen most jöttem, 11 órakor volt egy megbeszélésünk Tilke Attila országgyűlési képviselő úrral. Holnap lesz kormányülés, és a kormány elé fogják vinni ezt a jégverést. Ugye 850 millió forint kár keletkezett ezeken a településeken, és meg hát, ha a kormány segíteni fog valamilyen szinten, mert akkor, ha ez nem történik meg, akkor nagyon sok ember fedél nélkül fog maradni. Hétvégén is volt egy szombat délután egy nagy esőzés, és akkor ezek a házak továbbáztak. Tehát katasztrofális a helyzet, sajnos. Zajtán hány család, vagy hány ház sérült meg? Zajtán 160 épület van, ennek egy olyan 80%-a, de kisebb, nagyobb kár szinte minden épületben keletkezett. És lakhatatlanná vált ingatlanok is vannak Zajtán, mert Rozsájon láttuk, hogy van néhány. Hát lakhatatlanná vált, de ott élnek benne az emberek, lefóliázták, csak hogyha ez sokáig húzódik, akkor tényleg lakhatatlanná válnak ezek a lakások. A környéken mondjuk közintézmények sérültek-e meg? Hát én Mételeki Általános Iskolának vagyok az iskola igazgatója, sajnos az palatetős épület volt, és ott az teljesen. Tehát most ott tartunk, hogy az iskola le van fóliázva, tehát itt szeptember 1-én pedig el kell kezdeni a tanítást. Hát reméljük, hogy új födén kerül az iskolára, mert ha nem, akkor sajnos nem lesz hol tanítani, nem lesz hová jönni a gyerekeknek szeptember 1-én. Egyébként, hogyha a fedezet megérkezik a helyreállításra, akkor mondjuk a közintézményekben gyorsan helyre tudnak állítani, akár már a tanévet is lehetne kezdeni az eredeti iskolában a gyerekeknek, hogyha... Hát a legnagyobb mond a szakember kérdés, tehát ott van 1000 épület, ami sérült, tehát itt ha december 1-ére befejezzük a helyreállítást, akkor már nagyon örülni fogok, tehát innen a Dunántúlról is kellene hozni szakembereket, hogy ezeket a lakásokat, épületeket, középületeket rendbe tegyék, mert nagyon kevés a szakember. Rozsájban van 80 palatetős ház, Zajtában van 22, Mételeken megint nagyon sok, tehát a környező falvakban is, és a palatetős házok 100%-osan sérültek sajnos.
Van még egy nagyon érdekes kérdés, ugye a palatető kapcsán szóba került az, hogy a pala veszélyes hulladéknak minősül egy ilyen káresemény kapcsán, annak az elszállítása és annak a korszerű és megfelelő kezelése ilyen esetben plusz költségeket jelent. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát az ajta településen körülbelül 7,5 millió forintba kerül a palának az elszállítása és a megsemmisítése. A katasztrófa védelemmel egyeztettünk és betettük Viszmajorba, tehát ezt ki fogja fizetni a település, illetve az állam szerintem ezt ki fogja fizetni a település részére, így a lakosságnak a palának a megsemmisítése, elszállítása nem fog pénzbe kerülni. Az elmúlt két hétben azért elég sok segélyszervezet is megmozdult a hír kapcsán, és gyűjtésbe is kezdtek. Nyilvánvalóan nagyobb segítségre van szüksége ezeknek a településeknek, de milyen segélyszervezetek és miben nyújtottak segítséget, akár még jelen pillanatban is? Hát a Magyar Vöröskereszt az már megkereste a települést, ők három lakásnak a felújítását úgy néz ki, hogy elvállalták. Települések jelentkeztek, környező települések, ahol nem volt jégkár, azok kisebb-nagyobb adományokkal jelentkeztek nálunk, illetve kaptunk, mikor még volt ez a jégverés, akkor kaptunk fóliát, illetve Léce Csenger önkormányzatától, vagy Fehérgyarmat önkormányzata is segített akkor rögtön, abban a pillanatban, amikor megtörtént ez a baj. Amikor kim voltunk ezeken a településeken, láttuk természetesen is tudjuk, hogy milyen feladat hárul a katasztrófa védelemre, akár a védelmi bizottságra, de az önkormányzatok egy ilyen szituációban mit tesznek, vagy mit tudnak tenni? Hát én, amikor megvolt a jégverés 5:30-6 környékén, szóltam a katasztrófa védelmiseknek telefon, és akkor beugrottam a mikrobuszba, az önkormányzat mikrobuszába, és egyből elindultam fóliáért, illetve Lécér. Aznap szerintem 20-szor mentem el Fehérgyarmatra, Tunyogmatolcsra, mert olyan 1-2 óra környékén jártunk már kedden délután, hogy a katasztrófa védelem is hozott fóliát, illetve lécet, tehát rendelt meg az Agrokeren keresztül. Addig pedig próbáltuk a környező mezőgazdasági boltokból összeszedni a maradék fóliát, amit ugye még ott volt. De ez elég kevés volt, ebből volt is probléma sajnos az emberekkel, mert hát mindenki szerette volna befedni a házát. De nem sikerült mindenhol ezt hát megtenni? Hát sikerült már megtenni, csak ugye volt 3-4-6-kor volt az első jégverés, meg az első nagyobb eső 10:30-kor pedig jött a következő. Uh-huh. És tehát amikor másodjára bázik az embernek a ház, akkor már elgondolkozik azon, hogy na most mit évő legyen, meg az az ijegység, tehát az a pánik, ami ott az emberek között volt, tehát aki a legjobb barát volt, azok is szinte összevesztek. Nekem is volt olyan, hogy... De ez már gondolom elcsitult azért nagyjából. Hát most már elcsitult, csak most már az elkeseredettség van az embernekben, hogy mi lesz. Mert most már felocsúttak ettől a nagy pofontól, ettől a jégveréstől, és akkor most ott állunk, hogy múlt hét szombaton is beáztak a házak. És mi van, hogyha két nap múlva megint jön az eső, jön a vihar, és tovább bázik a, mit felépítettek élet munkájával. Nagyon sok településen, illetve a környéken, a mezőgazdasági területekben a iskár keletkezett, ahogy ebben a kis bejátszásban is összefoglaltuk, Zajta környékén. Zajta is, tehát a önkormányzat is gazdálkodik, az emberek is gazdálkodnak, uborkáznak, tehát a főbevételi formá, tehát főbevételük az embereknek uborkából van, és sajnos hát nem vehette teljesen az uborkát, de egy 30-40%-os terméskiesés lesz az uborkából is, de mindenféle terményből. Azt tudjuk, hogy a segélyszervezetek továbbra is gyűjtenek az önök számára, illetve az érintett települések számára várják a felajánlásokat, és holnap ez a bizonyos kormányülés valamilyen döntést az önök ügyében hozni fog, mi azt figyelemmel követjük. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, polgármester úr.